Videózta magát a baleset pillanataiban a Dózsa-György úti gázoló, azt mondja, nem a kezében, hanem a műszerfalon volt a kamera. Megafonos szópárbaj, cirkuszi induló a sajtótájékoztatón és fekáliába bekent autókilincs, egyre durvább a választási kampány. Több vonat is késve indult el a közlekedő tömeg egyesület szerint azért, mert nem volt elég mozdonyvezető szolgálatban. És panaszkodnak a zöldségtermelők az időjárásra, az alma is drágulhat a szélsőségek miatt. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Nemes Anna. Jó napot kívánok, ez az ATV híradója délben. Videófelvétel készült a Dózsa-György úti baleset résztvevőjéről közvetlenül a baleset előtt és alatt. A felvételt délelőtt játszották le a bíróságon, a képen az látszik, hogy M. Richard vezeti az autót, majd felborul a kamera, amelyről ő maga azt mondja, nem a kezében volt, hanem a pohártartóban. Védője azt kérte a bírótól, hogy a nyilvánosság kizárásával vetítsék le a videót a tárgyaláson, de a bíróság az indítványt elutasította. M. Richard egy a megengedetnél jóval gyorsabban haladó Mercedes-szel csapódott egy balra kanyarodó Citroënbe. A balesetben egy 23 és egy 37 éves férfi meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek. Egyesítik erőiket és közösen lépnek fel a Viking céggel szemben a Hablány tragédiájában a sértetti oldalt képviselő ügyvédek. Az elhunyt kapitány családját képviselő ügyvéd az ATV híradójának azt mondta, szeretnék elérni, hogy az áldozatok családtagjai megfelelő mértékű sérelemdíjat kapjanak. Gulyás Krisztián szerint a magyar ügyvédek elsősorban a tárgyalóasztalnál állapodnának meg a svájci hajós céggel, de ha ez nem vezet eredményre, akkor a magyarországi büntetőeljárástól függetlenül kártérítési pert indítanak a Viking ellen. Cirkuszi indulóval és a bohócos plakáttal zavarta meg a Fidesz ifjúsági szervezete Karácsony Gergely sajtótájékoztatóját. Az ellenzék közös főpolgármester jelöltje a budapesti színházak ellehetetlenítésére próbálta felhívni a figyelmet, de az elakadásjelzővel megálló és zenét bömböltető kis teherautó miatt percekig nem jutott szóhoz. Karácsony Gergely szerint a Fidelitas kis teherautója egy mentőt is feltartott a fővárosi dugóban. Budapest kulturális életéhez azonban ezek a színházak nagyon szorosan hozzátartoznak. Karácsony Gergely a budapesti színházak anyagi problémájáról tartott sajtótájékoztatót. Egy ideig minden rendben ment, de ekkor felcsendült egy ismerős dallam. Vannak olyan budapesti, nagyon népszerű, előadóba viszeti műhelyek és színházak, amelyek gyakorlatilag a csőd céljára jutatott ez a döntés. Megvárom, míg elmegy a bohóc vonat, köszönjük szépen! De a Fidelitas plakátjával feldíszített kis teherautó nem ment el a helyszínről. Leparkolt néhány méterre a sajtótájékoztató helyszínének közelében, a Margit körút külső sávjában. Néhány perc alatt bedugult a környék. A hangszoróból pedig a cirkuszból jól ismert bevonuló zene tette lehetetlenné a sajtótájékoztatót. A kis teherautó vezetője és utas elközben rezzenéstelen arccal ült a járműben. Mentőautó áll egyébként a körülti dugóban azért, hogy a Fidesz úgy érezze, hogy végre szellemes volt. Azt gondolom, hogy ez nem sikerült nekik. A kis teherautó végül továbbállt. Az ellenzék közös főpolgármester jelöltje nem sokkal később Fórum című műsorunkban értékelte a hangos akciót. Szerintem ez említésre nem érdemes, de mondjuk valóban megmutatja azt, hogy a Fidesznek hát mi a logikája. Simán fenntartanak egy mentőautót azért annak érdekében, hogy megzavarjanak egy ellenzéki sajtótájékoztatót. A főpolgármester jelölte kampányában nem ez volt az első eset, amikor megzavarták egymás eseményeit. Múlt héten Karácsony Gergely pártársa Tordai Bence jelent meg Tarlós István egyik rendezvényén, ám ez a főpolgármestert nem érte váratlanul. A választáson jól meg fogom verni a maguk hazudós Tutyimutyi Tétova mama kedvence főnökét. Elvállalja. Viszontlátásra! Az önkormányzati választási még több mint három hét van hátra. Karácsony Gergely nálam könyörgött a tavasszal, hogy ne legyen kemény a kampány, ezt mondta Tarlós István az ATV.hu-nak adott interjújában. A főpolgármester erre állítólag azt válaszolta, Gergő, te bejöttél velem a ringbe, én kifoglak téged ütni. Tarlós István arra tett ígéretet, hogy nem fog övön alul ütni, de a főpolgármester szerint a legerősebb ellenzéki kihívója egyfolytában övön alul üti őt. Részletek az ATV.hu-n.
Ilyen buta nem vagyok, így reagált Karácsony Gergely az Egyenes beszédben Tarlós István ATV.hu-nak adott interjújára. Az ellenzék közös főpolgármester jelöltje azt elismerte, hogy kora tavasszal valóban beszélgetett négy szem közt a főpolgármesterrel, de csak azért, hogy a korábbi jó szakmai viszonyukat egy normális diskurzussal zárhassa le. A közös ellenzéki főpolgármester jelölt hozzátette, durvaságokat inkább az ellenzéki jelölteknek kell a kampányban elviselniük. Ahhoz azért nagyon ostobának kéne lennem, hogyha azt gondoltam volna, hogy ez a kampány nem lesz nagyon kemény és nagyon durva. Nyilván nem vagyok ennyire naív, hogy a Fidesz ne tegye meg mindent annak érdekében, hogy ezt a választást is valahogy meg tudják nyerni, miközben nyilván a budapestiek többsége nem szereti a Fideszt, és nem szereti egyébként azt a főváros politikát, amit a főpolgármester és a kormány folytat. Ha valaki kerületi polgármesternek alkalmatlan, akkor főpolgármesternek is. Az így reagált Gulyás Gergely az MTI-hez eljuttatott közleményében arra, hogy Karácsony Gergely nyílt levélben szólította fel lemondásra a miniszterelnökséget vezető minisztert. Karácsony Gergely egyebek között arról írt, a miniszternek vállalnia kell a felelősséget azért, mert az elmúlt időszakban nyíltan megzsarolta a budapestieket. Gulyás Gergely válaszában előbb Zugló jegyzőjét idézi, aki szerint a kerület működtetése több ponton is problémás. Majd azzal folytatja, hogy a kormánya nemzet fővárosaként tekint Budapestre, ennek megfelelően a város fejlődését eddig is támogatta, és ezután is támogatni fogja. Fekáliával kenték be az egyik momentumos aktivista autóját Bicskén, ezt a Facebook oldalára írta ki a polgármester jelölt Molnár Dániel. A bejegyzést a hvg.hu vette észre. A momentumos csapat éppen szórólapozott és egy parkolóban hagyták az autókat. Mire visszaértek, az egyik aktivista autójának utasoldali kilincse össze volt kenve. Későn vették észre, a jelölt barátnője bele is nyúlt. A momentum jelöltje azt írta a közösségi oldalán, idézem, ha már ilyen kreatív módon támadnak minket, akkor úgy tűnik, jó úton haladunk. Október 1-én kora este hallgatja meg az Európai Parlament Külügyi Bizottsága Trócsányi Lászlót, írja Bruxinfo. Trócsányi László a következő Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős tagja lenne a javaslat szerint. A hvg.hu szerint a 3 órás kérdezfelelek keménynek ígérkezik, hiszen a volt magyar igazságügyi miniszternek számítania kell az Orbán kormányban betöltött szerepe miatti bírálatokra is. Ursula von der Leyen nem köteles figyelembe venni a bizottság véleményét, de ebben az esetben számolnia kell azzal, hogy az október 23-ai végszavazáson az egész általa javasolt testületet elutasítja az Európai Parlament. A tartós fogyasztási cikkek árát érintheti a forint árfolyamának zuhanása, de a drágulást majd csak nagyjából 2-3 hónap múlva jelentkezhet a boltokban. Közben az euró árfolyama 333 forint körül stabilizálódott a keddi történelmi mélypont után. A szakértő szerint a 340-es lélektani határ lehet az a pont, amikor a jegybank beavatkozik. 334 forintért lehetett eurót venni szerda délelőtt ebben a Váci utcai váltóban. Ez történelmi mélypontot jelent. A magyar devizaárfolyama kedden délután süllyedt a 334-es szint alá. Ez nem csak azokat érinti negatívan, akik az Európai Unióban kereskednek, hiszen előbb-utóbb drágább lesz minden olyan termék, amely külföldről érkezik. Hogy ne érintene? Hát mindenkit érint. Tulajdonképpen értéktelenebb a forintunk. Úgyhogy családomat is, engem is, gyerekeimet is. Mások szerint nincs ok a pánikra, mert a forint előbb-utóbb megerősödik. Ezt a válsághelyzetet, mert mindig van, végig ki kell ugye küszöbölni, tehát úgy kell gazdálkodni, saját tőkénkkel is, hogy most keveset vásárolunk, mert drága. Ha majd ha lejjebb megy, akkor megint költekezünk. A Magyar Nemzeti Bank grafikonján jól látszik, hogy a forint tavaly tavasz óta gyengülő tendenciát mutat az euróval szemben. 2018 márciusában 308 forintot kellett adni egy euróért. A híradónknak nyilatkozó pénzügyi elemző szerint a forint gyengülésnek egyrészt az az oka, hogy a nemzetközi befektetők elkezdték a kockázatmentesebb piacokat keresni. De az sem a forintot erősíti, hogy a Magyar Jegybank egyáltalán nem tervezi az alapkamat emelését. A magyarországi árakban azt gondoljuk, hogy valamikor az év vége felé gyűrűzhet be ez a hatás, hiszen a tavalyi példából kiindulva nagyjából 2-3 hónap az átfutási időt. Azt látjuk, hogy tartósabb forint gyengülés, vagyis most nem készülhetünk arra, hogy ez egy átmeneti megugrás lesz az inflációban. Saját érdekében gyengíti a forintot a kormány, ezt állítja az MSZP. Szakács László szerint szándékosan értéktelenítik a forintot, ami elsősorban a családoknak rossz. A kormány
most 2 milliárd forintos átutalást, vagy 2 milliárd eurós átutalást kapott az Európai Uniótól, amit ő 311 forinton tervezett meg, de 334 forinton kasszíroz be. Ezen a kormány benyel 50-60 milliárd forintot. A pénzügyminisztérium megkeresésünkre azt írta, Magyarországon a devizahitelek forintosításra kerültek, a magyar családokat érintő árfolyamkockázat pedig megszűnt. Az idei szélsőséges időjárás nem volt jó hatással a zöldségfélék hozamára, írja a Világgazdaság a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács helyzetértékelése alapján. A lap szerint emiatt csökkent a termelés jövedelmezősége is. Az év rendkívüli szárassággal indult, míg a május hűvösebb volt a tavainál. A lap szerint a csapadék hiány az oka annak, hogy a vártnál 15-20%-kal kisebb lesz az alma termés. Most úgy látszik, hogy emiatt 380-500 forint lesz az alma fogyasztójára a szezon második felében, és kevesebb lesz az áruházakban az akció, valamint a 300 forint alatt kínált termék. Több gyakorlat lesz az orvosképzésben, és ehhez igazítják az egyetemek forrásait is. Emellett a 4 orvos és egészségtudományi egyetem, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium megalapította az egyetemi klinikák tanácsát is. Az egyik rezidens szövetség szerint is több gyakorlatra van szükség, de nem lesz, aki oktasson, mert a bérrendezést továbbra sem oldották meg. Ettől a tanévtől kevesebb időt töltenek az orvostanhallgatók az elméleti tömbben, és többet a klinikákon. A Semmelweis Egyetem szeptembertől a gyakorlati képzést helyezi előtérbe. A hallgatók több hétig, reggeltől estig a klinikákon lesznek, ahol kis csoportokban dolgoznak. Képzési reform az egyetemeken elkülönít egy 2 éves elméleti képzést, egy 1 éves átmeneti klinikum előtti képzést, és ezt követően egy 3 éves klinikai képzést, amelynek a szintere az egyetemi klinikák. Az orvosi képzést nyújtó egyetemek finanszírozását is ehhez fogják igazítani. Megkérdezték kórháztól vagy egy országos intézettől, hogy itt valóban klinikai oktatás folyik. Ennek aztán az eszközigénye, a szakember igénye lényegesen magasabb, tehát ezt kell átgondolnunk, hogy olyan fogjuk tudni jövőben ezt máshogy finanszírozni, mint ahogy most tesszük. 2021-től önálló orvosi egészségtudományi kutatásfejlesztési alap is létrejön. Palkovics László szerint ugyanis az idegen nyelvű orvosi és egészségügyi képzés Magyarország egyik legkelendőbb exportcikke, ezért is fontos a korszerűsítés. Ha valaki összeesne mellettük, a diploma osztó nem biztos, hogy tudnák, hogy mit kell csinálni. A rezidensek és szakorvosok szakszervezete szerint is több gyakorlatra van szükség, ugyanakkor a bérrendezés továbbra sem megoldott. Oktatók nélkül ez sem fog menni, az oktatók az orvosokat, ápolókat jelentik, hanem investálunk a humán erőforrásba, az emberekbe, akkor ez sem fog működni. Hogy egy egyszerű példát mondjak, Mielis Norbi autója, Mielis Norbi nélkül nem nyer futamot. Dénes Tamás szerint ez a gyakorlati képzési modell külföldön már évtizedek óta jól működik. Nem volt mozdonyvezető, ezért nem indult el több vonat kedden, írja a Közlekedő Tömeg Egyesület jelentése alapján a hvg.hu. A portál arról számol be, hogy több száz utas csak fél órás késéssel tudott elérni úti céljához, amiatt, mert egyetlen nap alatt 4 elővárosi vonatot sem tudott elindítani a MÁV. Az egyesület szerint a szerdai nem elszigetelt eset, rendszeresek a személyzethiány miatti járat kimaradások. Mint emlékeztettek, a MÁV szóvivője nemrég azt közölte, hogy augusztusban 30 olyan vonat volt, amely személyzethiány miatt nem tudott elindulni. A vasutasok szakszervezete szerint a MÁV ZRT-nél 658, a MÁV csoportnál pedig összesen csaknem 1500 dolgozó hiányzik. Látszólag munkaerő közvetítéssel, a NAV nyomozói szerint valójában adócsalással foglalkozott az a cégcsoport, amelyik most bukott le Baranyában. Az általuk közvetített takarítók és biztonsági őrök jövedelme után semmilyen járulékot és adót nem fizettek be. A cégek vezetőit és tulajdonosait összesen 1,5 milliárd forint elsikasztásával gyanúsítják. Az összesen 25 vállalkozásból álló cégcsoport központja Pécsen volt, de az ország számos részén kölcsönözték a dolgozóikat. A NAV nyomozói 50 helyszínen tartottak házkutatást és gyűjtötték össze az adatokat, melyekből kiderült, hogy a csoport tagjai a dolgozóikat bejelentették, de járulékokat, adókat nem fizettek. Az áfával is trükköztek, mindehhez egy teljes könyvelőirodát is működtettek.
a szervezettségben láthatóan jól közreműködött egy banki alkalmazott is, aki viszont a fiktív cégeknek a bankszámlanyításánál működött közre, segített gördülőkényebbé tenni az ügymenetet. Továbbá egy budapesti ügyvédet is gyanúsítottként kezelünk ebben az ügyben, mert ő a fiktív cég bejegyzéseknél a cégbírósági eljárások során működött közre. A társaság tagjait a nyomozók őrizetbe vették, 20 ember ellen javasolnak vádemelést a NAV nyomozói, különösen nagyértékre elkövetett költségvetési csalás gyanújával. Itt teljesen független a büntetési tétel attól, hogy milyen titulusok van, illetve milyen pozíciót töltöttek be. A bűnszervezeti elkövetés miatt a büntetési tétel a jelen esetben 5-től 20 évig terjedő szabadságvesztés. A NAV nyomozói a házkutatások alkalmával nagyértékű ingatlanokat, jelentős mennyiségű készpénzt foglaltak le, de zár alá vettek luxusautókat és terepjárókat is. Súlyos zebrabaleseteket rögzítettek autósok az elmúlt napokban Gödöllőn és Budapesten. A nyilvánosságra került felvételek egyikén egy biciklist, a másikon egy rollerest ütnek el. Mindketten szabálytalanul leszállás nélkül próbáltak átmenni a zebrán, pedig a Kressz egyértelműen kimondja, hogy a gyalogátkelőn át kell tolni a bicikliket. Megdöbbentő felvételeket rögzített egy autós fedélzeti kamerája néhány napja Gödöllőn. A szabályosan kanyarodó autós előtt egyik pillanatról a másikra megjelent egy biciklis. Az autós tehetetlen, az ütközés elkerülhetetlen. Hogyha egy baleset, egy ütközés történik, akkor minden esetben a biciklis fogja rövidebbet húzni, hiszen őt lényegében semmi nem védi, az egy bukós sepon kívül. A felvételt a budapesti autósok közösségének küldték el. Szerintük két problémát is felvet a baleset. Az egyik, hogy a sofőrök sokszor figyelmen kívül hagyják a holteret, pedig az autók áoszlopa simán kitakarhat egy-egy gyalogost, biciklist, de akár többet is. A másik a biciklisek felelőtlensége. Az első, amit legfontosabb is tudunk tanácsolni, hogy a kerékpárosok semmi esetben nem menjenek a biciklin ülve át a gyalog átkelő helyen. Egyrészt, mert úgy nem szabályos, másrészt az ő biztonságuk érdekében sokkal biztonságosabb, hogyha a kerékpárt tolva közelítik meg a gyalog átkelő helyet, és így is haladnak át rajta. Ezek a képek már Budapesten készültek, az Erzsébet híd budai híd főjénél. Egy elektromos rollerest szintén leszállás nélkül akart áthajtani a zebrán. Ezen a területen építési munkák folynak, az autókat a villamos sínekre terelik, a lámpák ki vannak kapcsolva. A felvétel rögzítője azt mondja, a férfi semmerre sem nézett, mielőtt ráhajtott a zebrára. Valójában nem gondoltam, hogy a taxis el fogja ütni, és akkor azon a ponton eléggé megrémültünk az utitársammal, hogy nem tudunk megállni, és pont alánk repült, de igazából de mi olyan lassan haladtunk ott már akkor, hogy nem tudom, egy pár méter alatt megállt az autó, és akkor mi pont nem értük őt el. Azonnal kiszálltak és segítettek, aztán hívták a mentőket. A rolleres az ütközés után a csípőjét, a lábát és a fejét fájlalta. Annak köszönhető, hogy nem lett nagyobb baj, hogy az útépítés miatt mindenki lassan halad azon a területen. Több mint 1300 oktatási intézmény csatlakozott 7000 pedagógussal és 100000 gyerekkel a Boldog Óvoda, Boldog Iskola programhoz. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek a tanórán kívül boldogságórán is részt vesznek. Ennek célja, hogy ötleteket és módszertani segítséget adjon a boldogságra való képesség fejlesztéséhez, ahhoz, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal és képesek legyenek megbirkózni a problémákkal. Boldogság tölti el a szívemet. Minden szülő azt szeretné, hogy gyermeke sikeres és boldog legyen, és minél többet tudjon. Ez a legtermészetesebb, ráadásul a Magyar Iskola Kultúra tudásközpontú, így ott a tudást megkapja. Holott tudjuk, hogy sokkal nagyobb a jelentősége annak, hogyha a gyermek a világban megtalálja a helyét, el tud igazodni a világ dolgaiban, hogyha talpra esett, hogyha cselekvő intelligenciája, praktikus intelligenciája nagyon jó, és mindehhez mi kell? Ehhez az kell, hogy életre való legyen. Erre azonban már nem minden iskola tanítja a gyerekeket. Ezen szeretne változtatni a Jobb veled a világ alapítvány, ahol 2014-ben elindították a Boldogságóra programot. Ennek idővel akkora sikere lett, hogy a foglalkozásokon résztvevő pedagógusok úgy érezték, jó lenne bevezetni az iskolába is. Így 2016-ban kiírták az első Boldog Óvoda és Boldog Iskola pályázatot. Akkor 150 intézmény pályázott, ma ez a szám 1328. Ez egy óriási eredmény, hiszen ez azt jelenti, hogy több mint 7000 pedagógus tart ma boldogságórát Magyarországon és határon túli magyar intézményekben, és több mint 100000 gyermek járhat az
nekik köszönhetően boldogságórákra. A boldogság elérése és fenntartása a mentális egészség és a jólét meghatározója, állítja a boldogságkutató. Azt kell tehát elérni, hogy a gyerekek törekedjenek a boldogság elérésére, ehhez pedig stratégiákat sajátíthatnak el. Hogyan küzdhetünk meg a stresszel, a hála adásnak milyen fontos jelentősége van az életünkben, milyen fontos a célok felállítása, az értelmes céloknak a követése, milyen fontos a szeretetteljes kapcsolatoknak a megteremtése a mindennapokban, és milyen fontos egyáltalán a pozitív orientáció, amely tulajdonképpen jelenti a jó keresését. A boldogság óra az iskolákban nem órarendi szinten van jelen, szabadon választható program, ahol olyan pedagógusok tartják a foglalkozást, akik részt vettek egy ezzel kapcsolatos oktatáson. A híradó végén az időjárás jelentés, Gál Noémi már is mondja a részleteket. Szervusz, Noémi! Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket! A hét elejéhez képest hidegebb volt a mai napkezdés, 5 fok alatti hőmérsékletek is előfordultak. Mostanra, illetve a következő órákban 16 és 20 fok között várható a hőmérséklet, emellett ugyanakkor azért folytatódik a napos időjárás, észak-keleten lehet több gomoly felhő, itt jelentéktelen záporeső is előfordulhat. Élénk, olykor erős az északi északnyugati szél, erősebb széllökések a főváros környékén, illetve az Észak-Dunántúlon vannak. És a következő napokban is hasonlóan hűvös nappalokra és hideg reggelekre számíthatunk, viszont alapvetően sok napsütés ígérkezik számottevő csapadék nélkül. A hét legvégén fordulhat az áramlás délire, ekkortól már kissé melegebb levegő éri el a Kárpát-medencét, ennek köszönhetően főleg a jövő hét elején már 20-25 fok között is alakulhat a legmagasabb hőmérséklet. Szép kellemes délutánt kívánok mindenkinek, viszontlátásra! A híradó után azonnal kezdődik a fórum Szlazsánszky Ferenccel. Szervusz, Feri, milyen témákat ajánlasz a nézőknek? Szervusz, Anna, köszöntöm a kedves nézőket, és hát, hogy visszacsatoljak az előbbi boldogságról szóló híradó bejátszásról, szerintem sokan már attól boldogabbak lennének, ha nem kellene hónapokig várni mondjuk egy hasi ultrahang beutalóra. A helyzet azonban az, hogy kell. Vannak olyan intézmények, egészségügyi ellátóhelyek, ahol már csak jövőre tudnak hasi ultrahangra időpontot adni, szóval az egészségügy az egyik téma. A másik, hogy Tarlós István elmondta, hogy milyen feltételekkel vitatkoznak Karácsony Gergellyel. Ennek az a menete, hogy először Karácsony Gergely vitatkozzon Puzsér Róberttel, aki legjobb esetben is 3%-on áll, és majd utána esetleg Tarlós elvileg majd nem tartja majd kizártnak esetleg a vitát Karácsony Gergellyel, szóval ez már tényleg bohózatba kezd átcsapni. Ez a második téma ajánlatom, de bármi egyébről is beszélgethetünk. Köszönöm szépen, Feri, most tehát a híradónak vége, de azonnal kezdődik a fórum, maradjanak velünk. Friss hírekkel legközelebb este 17:30-kor várjuk Önöket, én mára megköszönöm a figyelmüket, szép napot, viszontlátásra!